következő vendégünk Péter Noel, jó reggelt kívánunk, forgatókönyvíró. Sziasztok, köszönöm. És rendező, és producer. Igen. Egy elképesztő sikerrel először díjaztak magyar forgatókönyvírót Amerika legrangosabb versenyén. És még akár szuperprodukció is készülhet belőle, de kezdjük az elejéről, nem menjünk a végére, hiszen készül most ebből pontosan fontos mű. Hát a Cinequest amerikai forgatókönyvíró fesztiválról és versenyről van szó, és ezért ezt hozzá kell tennem, hogy az egyik legnagyobb verseny, tehát nem feltétlenül a legnagyobb, de az első 10-ben benne van. Hát igen, nekem álmom volt az, hogy Magyarországon kívül is dolgozhassak majd nemzetközi színészekkel, ehhez viszont nyilván meg kell magunkat méretetni. Féltem is, hiszen hogyha az ember egy ilyen versenyen elindul, ugye ez kétesélyes, vagy kiderül az, hogy nem vagy elég jó, vagy kiderül az, hogy az álmait talán találkozhatnak a valósággal. Ez elképesztő, de mondjuk el a nézők kedvéért, hogy milyen témáról van szó, milyen műfajról, mennyit mondhatsz el a történetből, hol tart most? Nekem most 20 feature film forgatókönyvem van kész. Tehát, hogy én ebből egy 5-6-ot szoktam elküldeni egy adott versenyre. Tehát te azt csinálod, hogy így leülsz, gondolkozol, írsz egy forgatókönyvet, berakod a fiókba, jön a következő, most 20-nál tartasz. Én grafomán vagyok, és én 2 hét alatt megírok egy mozifilmet. Uh-huh. És ez az eredmény nyilván mutatja azt, hogy én egy magas szintet tudok tartani. Úgyhogy, hát igen, igazából az elődöntőbbe 2 könyvem került, tehát, hogy az is nagyon nagy szó, hiszen körülbelül 8000 könyv érkezik erre a fesztiválra évente. És az első 50-ben volt az Artillia animációs mesém és a Szekrény második világháborús drámám. Uh-huh. És a Szekrény jutott tovább az első 10-be. Mit kell tudni a Szekrényről? Már amint el lehet mondani. Egy német dezertált katonáról szól, Krügerről, aki egy zsidó kislányra kezd vigyázni, és megpróbálják túlérni a borzalmakat. Azt hiszem ennyi. Jó, jó nyúszit láttad? Még nem. Még nem. De tervezem, ugye a legjobb. Egy nagyon pici kulisszatitkot árulj el nekünk, hogy amikor az ember azt a szakmát hallja, hogy forgatókönyvíró, persze, ahhoz kell írni. Tehát, hogy hogyan képzeljünk el egy ilyen munkát, hogy valakinek van egy gondolat a fejében, egy jelenet, egy érzés, hogy bármi, vagy nem tudom, ezt mi indítja el ilyenkor? És vizualitásban vagy szavakban gondolkozol, hiszen nem könyvet írsz, hanem filmet írsz betűkkel. Azt nem tudom, hogy mások hogy működnek. Én most írtam meg a Montgomery Poe-t. Egy 9 éves zseni kisfiúról szól, aki mély szegénységbe születik. Tehát itt, maga ez az alapötlet, na ez például honnan jön? Vagy honnan jött? Hát érdekelhet ez a téma. Igazából mindig kiválasztok egy témát. Ezt amikor az ember elkezd írni legelőször, akkor elköveti ezt a hibát, hogy sok mindenről akar mesélni, akár regényben, akár forgatókönyvben. Nem szabad, ki kell választanod egy témát, és tudnod kell, hogy te arról akarsz mesélni. És egyébként jól mondta, tehát nálam úgy működik, hogy mint hogy a Pó története eszembe jutott, hogy én egy 9 éves kisfiúról akarok írni, és a mély szegénységről szeretnék mesélni, de úgy, hogy azt a néző be tudja fogadni, akkor én leülök, és akkor azt a témát írom meg. De az értékelő például egy nőről szól, akit a férje egész életében alázott, és mivel világszinten nagyon sok nőt érint ez a dolog, abba is belementem. Mert gyakorlatilag nálam az így működik, hogy jön egy ötlet, és akkor én leülök, és elkezdem megírni. Jó cím, de mit jelent? Sci-fi az elnyomásról. A 129. Mese a klímaváltozásról, így van. Hát ugye az első filmünk 2013-ban kezdett el forogni, és most végre eljutunk oda, hogy elkészüljön. Ez egy science fiction, pontosan ezért is csúsztunk, mert ugye mi független filmesek vagyunk, és nyilván sokkal kisebb tőkéből kellett dolgoznunk. Úgyhogy hát remélhetően, és most már a terveink tényleg azok, hogy idén azért a mozikba kerülünk. Kicsit mesélj azért a filmről, ha idén mozikba. 129-ről? Igen. Hát a 129 félig meddig a jövőben és félig meddig a múltban játszódik. Kállói Molnár Péter a főszereplő, aki egy Orlandó nevű zongoristát alakít. És a történet furcsasága az, hogy a jövőben van egy 129-es nevű katona, aki egy intézményből menekül, és valamiért ők találkoznak Orlandó álmaiba. És a film egyik nagy kérdése az, hogy hát ez miként lehet, hiszen 100 év választja el őket egymástól.
ugyanis a 129-es katona 2063-ban él, amikor már repülő autók, drónok vannak mindenhol, és nem lehet tudni, hogy mi köti őket össze. Hát nyilván valami összeköti őket, de ez egy nagyon erős társadalomkritikus történet, úgyhogy nem csak őróluk szól, hanem globálisan azt hiszem, hogy sok. Ha valakinek a forgatókönyve a top 10-be belekerül, utána ő már arra kell, hogy számítson, hogy a nevét annyira megismeri a szakma, hogy lehet a győzelemtől függet, illetve ez is győzelem már nyilván azért ilyen, vagy ezen a szinten, de hogy külön felkérést kapsz. Abszolút, hát igazából most megtörténtek dolgok, tehát egyrészt Magyarországról is ugye sokkal nyitottabbak lettek. Én nem vagyok ezen megsértődve, mert azt gondolom, hogy az ember kint elér egy ilyen sikert, akkor kisebb kockázatot jelent már itthon. Tehát ugye ez egy bizonyíték arra, hogy te azért egy valamilyen szinten írsz. Úgyhogy igen, a Cinequestnek és az egyéb ilyen nagy fesztiváloknak ugye a fő díjazása gyakorlatilag az, hogy minket összekötnek stúdiókkal és producerekkel. Az első 10-nél már ez van, a top 3-nál pedig az van, hogy garantálják, hogy nagy emberek kezébe jutnak a forgatókönyvek. Mi az? Elmond. Ezt akartam kérdezni. Ezt akartok, igen, hogy mi az? Találkozzon a valósággal. Az, hogyha van 20 forgatókönyvem, akkor nyilván tök jó lenne, hogyha ezekből filmek lennének, és én abszolút reménykedem abban, hogy külföldön lesznek leforgatva bizonyos forgatókönyvek. Egyrészt azért is, mert nyilván az ember álmodik arról, hogy nemzetközi színészekkel dolgozhasson, illetve vannak olyan történeteim, mint a Blackmo, ami a rabszolgaságról szól, tehát hogy ami az ő történetük, és nem is a miénk, úgyhogy az oda illeszkedik gyakorlatilag. De az sem rossz, hogy kiváló magyar színészekkel lassan mozikba kerül a filmed, amit nagyon várok, és nagyon-nagyon gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük.